Samu doktor egyébként az elmúlt 25 évét azzal töltötte, magángyógyszerészek országos szövetsége keberén, mert többek között azzal töltötte, hogy bejárta a világot több mint 50 országban, és tanulmányozta az egészségügyi ellátórendszer helyzetét, gyógyszerész a szerepvállalást. Ettől van így kiművelve, hogy hogy működik a világon máshol. Hozta haza nekünk a tapasztalatokat, és ezeket be tudtuk építeni jó részt a praktikumban. A jogi környezet, az egészségügy a szubszidialitási környezetnek a része. Tehát nemzeti hatáskörben tartozik az egészségügyi ellátórendszer szabályozása. Csak az Európai Uniós direktívákkal kell, hogy harmóniában legyen. Tehát ennyire nem egyszerű a kérdés, hogy megnézem az ottani jogszabályt, és akkor próbálok érvényt teremteni annak. Azon az alapon, hogy Európa másképpen csinálja. Nyilván, hogy ez lehet példamutató, iránymutató, befolyásolhatja a magyar jogalkotást, de nem kötelező érvényű. Az első kérdésed, a jelenlegi jogszabályi környezet, illetve az első kérdésed első fele, azon mit kellene változtatni? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy először be kéne tartani, ami van. Mert jogszabály előírja a gyógyszerésznek a terápia menedzselését, jogszabály előírja azt, hogy én megnézem a betegnek a korábbi gyógyszeralkalmazásait, és azzal harmonizáljam a éppen aktuálisat. Ami rendkívül sérelmes, és nem tartalmazzák a jogszabályok, az a gazdasági biztonság, ami valahol ott alapja a szakmai biztonságnak, hogy az eszközök, berendezések, humán erőforrásnak a gazdasági fedezete, és itt ugye a kedvenc patikám kapcsán hallottuk, hogy a kisfaluban két gyógyszerész van. Na most ahhoz, hogy két gyógyszerész legyen, az olyan eredménye kell, hogy legyen a gyógyszertár működtetésnek, hogy ezt a két gyógyszerészt alkalmazni tud. Ha csak nem a feleségem, és azt mondom, hogy drágám, pedig te itt fog dolgozni. Tehát a gazdasági feltételrendszernek kell elsősorban rendelni, ez viszont nagyon hiányzik. Ez évtizedes küszködésünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre nincsen eredménye, hiszen még mindig az a kép él a döntéshozókban, hogy hát a gyógyszerészeknek milyen jól megy, milyen szép fényes autójuk van, milyen szépek a patikák. Igen, ez rendben is van, hogy volt ilyen időszak, amire utaltam, hogy valóban a gyógyszertár működtetésnek a jövedelmezősége nagyon rendben volt, és preferált volt ez a tevékenység, még adójogi szempontból is, ma ez már réges-régen a múlté. Tehát ami hiányzik, az a gazdasági biztonság megteremtése. Egy valamit még hagyd tegyek hozzá, hogy az unióhoz történő csatlakozás és harmonizálás az unióval azért nem mindig egy előnyt jelentett egyébként. Tehát csak például egy példát mondok. Személyjogos gyógyszerész az unióhoz történő csatlakozás előtt csak az lehetett, akinek szakvizsgával jelentkezett. Amikor az unióhoz csatlakoztunk, akkor a szakvizsga kérdését ki kellett venni ebből, mert az unióban nem volt szakvizsga. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a magyar gyógyszerészet előrébb járt, mint az Európai Unió ebben a kérdésben, tehát magasabban kvalifikált gyógyszerésznek adtuk meg azt a lehetőséget, hogy gyógyszertár vezető legyen gyakorlatilag, mint az Európai Unió. Amikor az Európai Unióba beléptünk, akkor gyakorlatilag ebből vissza kellett lépni, hiszen nem volt ilyen. Persze a törekvés az az, hogy valahol ezt a bizonyos szakvizsgához történő kötés, stb. Ezt visszahozzuk a rendszerbe, és hát próbáljuk meg elérni, hogy az Európai Unió is felnőjön ahhoz alatt, ahol a magyar gyógyszerészet áll. Persze nagyon sok vonatkozásban az Európai Unióban a gyógyszerészek sokkal kiemeltebb, sokkal jobb helyzetben vannak. Talán az anyagi biztonságot tudnám mondani, nem lehet összehasonlítani, ezt nagyon jól tudjuk, de azt mondom, hogy nem csak a gyógyszerészet elég, hanem az egészségügyel és akár nagyon sok területet lehetne még említeni, ahol jócskán előttünk járnak, és ahol nekünk kell majd egyébként felnőni. De mondom, ebben a kérdésben mi jártunk előrébb.